új hét, új Last of Us rész, úgyhogy nézzük, hogy mi volt a harmadik részben. Na és hát a négy perces kis boldog felvezető után már nem tudok ilyen boldogan beszélni erről az epizódról, mert engem nagyon-nagyon megosztott, és valahol ez egyik pillanatban azt érzem, hogy nagyon tetszett és nagyon minőségi volt, a másikban pedig szörnyűködöm. Az tény, hogy egyébként egy nagyon minőségi rész volt, a látvány, meg a képi világ továbbra is egyébként szerintem zseniális, és a két karakter, Bill és Frank is szerintem nagyon emlékezetesek maradnak, főleg Bill, mert ugye őt a játékból is ismerhettük, de Franket nem ját, láttuk a játékban, de szerintem nagyon jól hozta őket mind a két színész, és egy nagyon nagy dicséret nekik. Én egyébként nagyon sajnáltam, hogy mindkettők meghalt. Jó, ez várható volt, mert a játékban ugye Billel már úgy ismerkedünk meg, hogy Frank nem él, de nagyon jó volt mindkettő karakter, és én reménykedem benne, hogy jó, tudjuk, hogy Bill is ivott a gyógyszeres bort, ugye, és valószínűleg ő is meghalt, de nem van egy olyan érzésem, hogy hát ha Bill visszatér, én nagyon szívesen látnám, Frank valószínűleg nem fog visszatérni, mert ő tényleg meghalt, aztán lehet, hogy Bill se, de én egyébként örülnék neki, és jó volt úgy látni egy karaktert, mint Bild, hogy tényleg ő már hát nagyon bele volt buzulva ebbe a, ebbe a világ végébe, ebbe az apokalipszisbe, hogy föl volt készülve mindennel, és látjátok, az ilyen emberek is egyszer el tudják élni a sikerüket, aztán ott van nekik a kaja, a pia, a fegyver, a csapdák, az áram, a víz, mindenük megvan, ami csak kell. Szóval ahogy felépítette Bill az egész bázisát, meg elment különböző alapanyagokért, azt szerintem zseniális volt, nekem nagyon-nagyon tetszett, és jó volt, hogy hogyan tud egy ilyen ember, egy ilyen apokalipszis, hív, jó, idézősen hívő felépíteni így egy ilyen kis helységet magának. Aztán ugye jött Frank, és kicsit összemelegettek, egy, egy picikét, aztán utána nagyon összemelegettek. Billurról ugye ke azt kell tudni, hogy ő inkább ilyen visszaúzódó, zárkózottabb személyiség, Frank pedig nagyon nyitott volt, és ez a két ellentes személyiség találkozott egymással, ami egyébként úgy gondolom, sokkal jobban kitárta elénk a karakterekben rejlő lehetőségeket, és amennyire tudta, be is mutatta nekünk ezt az epizód. És ha már fölhoztam azt, hogy kicsit összemelegettek, akkor térjünk rá, ami, amiért megosztott ez a rész, és amiért engem is megosztott ez a rész, az pedig az, hogy ugye az egész rész Billről és Frankről szól, de még kezdjük először a nem meleges szállal, hanem a sima szállal, ami, amiről azt gondolom, hogy szerintem iszonyatosan fölösleges volt kettő karakternek felépíteni egy órás részt, lehet több, mint egy órát kaptak, de legyen egy óra, hogy annyit képernyőidőt kapott ez a két karakter. Jó, Bill többet, Frank egy kicsit kevesebbet, de ez nem lényeg. Annyi, hogy egy órán keresztül nézhetjük az ő karakteréket, és ez egy filler rész, és semmit nem tesz hozzá a történethez, csak nyilván megismerjük, hogy milyen lehetett Frank, és milyen volt Frank, meg megismerjük Bill és Frank kapcsolatát, de ennyi, és ezt egyébként 15-20 percben, sőt, még kevesebb is el lehetett volna mondani, és haladhatott volna tovább a történet, és fókuszáltott volna a sorozat a két főszereplőre, Joelre és Elire, és nem egy órás, nyálas, néha undorító. Jó, ez lehet erős túlzás volt, de, de, szerintem a férfiak leg, legtöbbe, nem szívesen nézi azt, amikor két szakállas férfi csókolózik, aztán utána ágyba bújik, és tesznek, és akkor ott a kis kertecskébe megy a digidugi, meg ilyenek. Úgyhogy térünk rá akkor erre bővebben. És most úgy gondoltam, hogy ezt a részt úgy fogom nektek kibeszélni, hogy nem írok rá gondolatokat, nem írok szöveget a videóhoz, mert egyébként szoktam írni, úgy jobban el tudom mondani a gondolataimat, de most úgy gondolom, hogy ennél a résznél nem akartam leírni, mert már bennem van hétfő óta, csak hát ma fog kikerülni a videó, ha jól tudom, szerdán fog kimenni a videó, és úgy gondoltam, inkább ezt kiadom magamból, lesz amilyen hosszú lesz a videó, de ezt nem akarom leírni, hanem inkább elmondom így. Na de akkor térünk rá a meleges dolgokra bővebben. Szóval ugye Bill és Frank egymásra találnak, Bill befogadja őt, és akkor hát szerelmesek lesznek. Egyébként ezzel nem lenne semmi gond, mert ha úgy nézzük, hogy nincsen, a vók nincsen, ez a sok idiótaság, ami megy a mai világba, akkor ez egy gyönyörű szerelmi szál lenne egyébként, nagyon szép és nagyon drámai a vége, és tényleg nagyon jól megcsinálták, de, de azért túllépett egy határt, nem csak nálam, hanem a sokkal több embernél is. Egyrészt sokunk nem azért kezdte el a Last of nézni, hogy ezeket a dolgokat nézze, de megmondom őszintén, ahogy a videó elején is mondtam, valahol tetszett és valahol nem is tetszett ez a rész. Egy ilyen 10 per 5, 5 és félre értékelném, nem mondom azt, hogy borzalmas volt, viszont aki azt mondja, hogy, hogy ez volt a, a sorozatok, legjobb része a, sorozatok történetében, az szerintem egy idióta. Hát az nem nézett se trónok harcát, se Breaking Bedet, se Walking Dead-et, se Prison Break-et, se Lostot, se semmit nem nézett. És aki, mit tudom én, életének ez az első sorozata, Last of Us, és látta ezt a részt, el tudom képzelni, hogy azt mondja, hogy ez volt a sorozatok történetében a legjobb epizód, de ilyen idióta barom kijelentéseket szerintem nem szabadna tenni, és ezt, ezt, ugye nagyon nagy hírportálok hozták le, hogy hú, ez a legjobb rész a, a TV sorozatok történetében. Tényleg? Szóval összességben nekem az a bajom ezzel, hogy egy órán keresztül néztük ezt, ami simán 10-15-20 percben le lehetett volna rendezni, emellett egy gyönyörű szerelmi szál, csak hát Tudjuk, hogy minden ez van, és ilyenkor persze bele lehet rakni. Pont jó időszakot fogtak ki a készítők, van vók, van minden fasság, és akkor nem belerakjuk ide is. Egyébként a játékban Bill tudjuk, hogy meleg volt, és tudjuk, hogy Elé meg lesz Jó, ez most lehet spoiler, aki nem játszott a játékokkal, de tudjuk, hogy majd lesz, lesz második évad, sőt, lesz, mert ugye be is jelentették. Az valószínűleg a második játékot fogja alapul venni, és hát ugye ott meg, ott még több ilyen van. Most ezzel nem tudunk mit csinálni. Megfertőzte a játékokat, meg a filmeket ez a baromság, de egyébként mondom, nem utálom ezt a részt. Egyedül a legjobban egyébként nem is az bánt, hogy most egy órán keresztül néztem a két meleg faszit, hanem az, hogy nem, az új nézők nem tudnak azonosulni ezzel a két karakterrel, mert csak egy rész szántak nekik, és hiába egy órás az a rész, sok több, mint egy órás, de körülbelül egy óra a két karakternek a képernyő ideje, szóval nem tudnak velük azonosulni. Most ha bevezették volna a build előbb, vagy most, és akkor még élt volna, az úgy oké okay lenne. De így szerintem jó, olvastam kommenteket, megkönnyezték azért az emberek, tényleg vajuk be, nagyon dráma és szomorú volt az ő kapcsolatuk vége, de nekem ez a legnagyobb bajom, hogy túlnyújtották az egészet, rövidebb is lehetett volna, és hát azok a nagyon-nagyon intimebb jelenetek, amik a férfi a társaim nevében is szólok, hogy hát nem nagyon szeretjük az ilyeneket, de egyszer-kétszer, ha lett volna, engem nem zavar, de hogy ennyi szermek, hogy ilyenek, Azért kicsit-kicsit már feszegeti a határt, és lehet, már át is léptek egy kicsit a határon. De zárjuk le most ezt a meleges témát, ezt a forró hűde forró témát, és térjünk át pici, picit még elére, erre, és a maradék dolgokra. Egyébként büszke vagyok magamra, mert nem káromkodtam. Talán egyszer mondtam azt, hogy fasság, most már kétszer, de büszke vagyok magamra, mert arra számítottam, hogy föl fogom magam idegesíteni és szét fogom káromkodni a videót, mint ahogy a Witcher vaják vér eredetében, de hála a jó Istennek nem így történt, úgyhogy térünk át arra, amit mondtam. Először is beszéljünk Eliről, róla nagyon akarok beszélni, szerintem zseniális, zseniális, és nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, hogy zseniális, de főleg az első rész alapján, hogy ott te én mennyire, én nagyon csúnyán tudtam volna beszélni az első résznek a kibeszélőjébe, de nem akartam, mert bíztam bele a Remzibe, és milyen jó, hogy bíztam benne, mert jó, az arca tényleg még mindig nem Eli, de nem érdekel, mert ahogy hozza Elinek a személyiségét, és főleg most már ugye megkapta azt a szettet, azt a ruhát, amiben a játékban is van, teljesen Eli, és annyira jó nézni, Nekem nagyon tetszett ebben a részben, igaz, hogy ugye most nem Joellen és Elin volt a fókusz ebben az epizódban, de nekem nagyon tetszett most Bella remzi alakítása, és tényleg nem is érdekelt az arca ebben a részben, mert tudtam azonosulni a személyiségével, és tényleg olyan volt, mintha most a, a játékot játszanám. Próbált kérdezni Joelről, egy Joel-től dolgokat meg rosszalkodott, elrakott egy pisztolyt is, amiből azért lehet. Lesz valami konfliktus majd a következő részben. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy most Eli tényleg Eli lett, és reméljük, hogy ez még jobban Eli, elisíteni fogja Elit. Na ez aztán kurva jó mondat volt. Az eleje egyébként a résznek nagyon jól kezdődött, nagyon látványos volt az, amikor állnak ott a Joel és Eli, és néznek a mezőre, és ott van egy lezuhan gép, és, és Elihez még egy -két pár mondat. Annyira jó, hogy ugye, ami nem jó, hogy ő ebben a világban nőtt fel, de abból a szempontból nagyon jó volt megcsinálva, hogy nem ült még autóba, és alig tudja a dolgokat, és azt <tosz> hiszi, űrhajó, meg ilyenek, nagyon jó volt, hogy, hogy ő tényleg nem látott ilyen dolgokat, és ez tök jó volt ábrázolva. És amikor a végén Joel és Eli elindul, szerintem itt nagyon komoly dolgok lesznek, és be fognak indulni itt az események, én úgy gondolom. Én azt gondoltam, miután megnéztem ezt a részt, hogy ez a három rész, ez ilyen csak kis bevezetői Us világába, hogy mikkel találkozhatunk, sőt, azért, voltak itt kihagyott zicserek ebben a részben, például amikor fejjel lefelé lógott volna Joel, az nagyon faszal lett volna, meg a másik zombifa is bejött volna, Elvileg, ha jól emlékszem, a játékban a Bill környékén találkoztunk vele, de nem akkor javítsatok ki. Szóval ez a három rész bemutatta, hogy úgy milyen is a Last of Us világa, kikkel és mikkel találkozhatunk, és tényleg úgy gondolom, hogy itt Következő résztői itt már keményebb dolgok lesznek, mint amik voltak. Úgyhogy összességben nem volt egy rossz rész. Elmondtam a problémámat elég hosszan, de... de remélem, aki tudta, az megértette, és ha tudtok velem azonosulni, akkor mindenképp írjátok le. Ha meg nem, akkor jöjjenek a kommentek, hogy homofób vagy, te csúnya, Geci. És ezt a kibeszélőt egyébként megpróbáltam ilyen őszintébre csinálni és tényleg lehet, hogy jobb így, hogy a saját gondolataimat mondom, mint hogy felolvassam a szöveget, amit megírok, de ez meg kiderül, hogy a következő részt hogy fogjuk kibeszélni. Minden esetre írjatok le kommentben, hogy nektek hogy tetszett ez a rész, legközelebb pedig találkozunk. Szevasztok!